Hogyan jön létre a hit? Ezzel kapcsolatosan sokféle nézetet hallottam, ismerünk. Az egyik az, hogy nagyon kell igyekezned, nagyon kell akarnod, és akkor majd létrejön benned a hit. A másik meg, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy mit csinálsz, mert a hit az kegyelem, az Isten ajándéka, és az akkor jön létre, hogyha Isten ezt akarja és létrehozza benned. Most nézzük meg a Zsidó Levél 11. fejezetének ezt a híres első versét, ami meghatározza, hogy mi is a hit. Így szól. A hit pedig a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát valami olyan dolog valóságos a számomra, ami még nincs a birtokomba, csak remélem, de mégis valóságosnak tartom, és valami olyanról vagyok meggyőződve, hogy az az enyém, hogy létezik, amit nem látok. Ez úgy gondolom, hogy ez a fajta meggyőződés, ez meglehetősen természetfeletti. Ezt nem tudja az ember magának megcsinálni. Itt az eredeti szöveg, a meggyőződés szó az az elenkos szó, amit úgy fordít a szótár, hogy hirtelen félrehúzódik a függöny, hirtelen felkapcsolódik a villany, és valami, ami idáig információ volt, egyszer csak meggyőződési evidenciává, nyilvánvaló valósággá válik egy emberben. Úgy hiszem, hogy ezt valóban csak a Szentléleknek a kijelentése tudja az emberben létrehozni. Tehát ez a fajta megértés, megvilágosodás, kijelentés, ez Istennek a kegyelmi ajándéka az ember számára. De ugyanakkor a másik oldal az ember. Vagyis, hogy ez a hit, amiről azt mondja, ugyanint a Zsidó levélben, a 6. vers, hogy lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni. Jézus azt mondja, hogy legyen hitetek Istenben, és hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Tehát Isten bátorít, buzdít bennünket a hitre. Ez a hit, ez bennünk, emberekben jön létre. Tehát van egy isteni, és van egy emberi oldala annak, ahogy a hit létrejön. Nézzük a másik nagyon fontos igét, a Római Levél 10. fejezetének a 17. versében így szól az Isten igéje. A hit pedig hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Az Isten igéje által kifejezés az eredetiben a Krisztus, vagyis a felkent, réma, vagyis az Istentől küldött, kijelentett ige hozza létre ezt a fajta hitet, meggyőződést, az elenkoszt, ezt a megvilágosodást, ezt az evidenciát. Tehát ahogy meghallja egy ember az Istennek a kijelentett igéjét, felkent rémáját, akkor jön létre ez a hit. Mi ebben az embernek a szerepe? Vannak ezek a tanítások, hogy hát akkor ugye sokat kell hallgatni az igét, sokat kell olvasni az igét, és akkor létrejön a hit. Igen, nagyon helyes és nagyon jó dolog sokat hallgatni és sokat olvasni az igét, de sokkal inkább az jön, akkor jön létre a hit, amikor az ember ővele, vagyis a testélet igével, vagyis azzal az Istennel, aki szólja az igét, kerül az ember kapcsolatba, ugyanis ő vele ebben a személyes kapcsolatban Isten maga nyitja ki az igének az ajtaját, ahogy kéri Pál, hogy imádkozzatok, hogy nyíljon meg az igének az ajtaja a számomra. Jakab apostol mond még egy nagyon fontos dolgot ezzel kapcsolatosan. Azt mondja, szeliden fogadjátok a beoltott igét, ami megtarthatja a lelket. A szelid szó nem ez a vallásos kábulatot jelenti, hanem azt jelenti, hogy rendeljétek alá magatokat annak az igének, amit Isten szólni fog hozzátok. A János evangélium 7. fejezetében azt mondja Jézus, hogyha meg akarod tudni, hogy mi az Isten akarata az életedben, akkor döntsd el, hogy megcselekszed. Előre döntsd el. Tehát a szeliden fogadjuk a beoltott igét, az azt jelenti, hogy mikor én olvasom az igét, akkor én azt várom, Uram, szólj hozzám, veled akarok kapcsolatba kerülni, a te szabad érdekel. Amikor hallgatom a prédikációt, akkor nem arra gondolok, hogy hát
most tetszik, ahogy az illető beszél, vagy hát majd megítélem, hanem azt várom, persze majd megítélem, hanem azt várom, hogy Uram, ezen az emberen keresztül te szólj hozzám. És amikor így fogadjuk szeliden a beoltott igét, Isten, aki hitet akar létrehozni, Isten, aki szól hozzánk, Isten, aki a magvető, aki hinti a magot, ahol jó földet talál, ott ez az ige 30, 60, 100 annyi gyümölcset terem. A jó földre pedig a következők a jellemzők. Hallgatja az Istennek a szavát, megőrzi az emlékezetében, forgatja, megtartja, és sok gyümölcsöt terem, tehát megcselekszi, és mindez béketűréssel. Hát, az Istennek a kegyelmi ajándéka az Istennek az igéje, és az, ez az ige, ez a felkent ige, létrehozza mi bennünk, emberekben, akik szeliden fogadjuk, és keressük, és kérjük, és zörgetünk érte azt a hitet, amely által minden lehetségessé válik a hívőnek. Ezt kívánom magamnak és magunknak.